Nagy Ádámmal kapcsolatban is. Évek óta ott van a válogatott küszöbén. Valahogy azt nem mondom, hogy nem találták a posztját, de Bekkelt is kapáson is játszott. Én szerintem nagyon jó kettesben is. Az, hogy itt van, annak szintén az egyik oka a Vámos Marcinak a hiánya. Ő szintén több helyen tud játszani, nagyon veszélyes a lövése kettes pozícióval is, ahol ugye általában balkezesek vannak, vagy voltak nálunk az elmúlt években. Úgyhogy őt már láthattuk, tehát végül ott volt a világbajnokságon, ott volt az EB-n, meccseket tud eldönteni, kiváló lövőjátékos, több poszton feltűnhet. Én azt gondolom, hogy a válogatott alapembere lehet a következő években. Ez mindenképpen nagy segítség lehet majd neki, ez a közeg, amit tényleg a Ferencváros tud majd neki biztosítani. Természetesen neki is nagyon sok sikert kívánunk, illetve természetesen a egész csapatunknak, hogy most itt a Honvédot verjük majd meg, itt a 4/4 zárulta után. És úgy veszem észre, hogy a mieink részéről majd Vigvári Vendel lesz az, akinek íramodik a ráúszásnál. Fehér sapkában a Ferencváros, kékben pedig a vendég kispestiek. Nézzük az első ráúszást. És Vigvári Vendelre sikerült elhozni a labdát, tehát mi vezethetjük az első támadást a mérkőzés során. Ágyőpolusznál a labda, hát ez is tovább Vigvárinak. Vigvári. Margadines lekerül a szél, és Márkozó első védése. A Honvéd, amit mondtam, hogy bizonyos dolgokban eléggé különös játékelemeket csinál, ez is olyan volt, hogy szinte mindenhonnan zónáztak, kicsit ilyen félhelyzeteket hagyva, és bízva a kapusokban, hogy majd védeni fog. Ezt még látni fogjuk azt hiszem a meccsen. Főleg, hogyha beáll a szertelük, akkor húzódnak be mindenhonnan. Mit tartasz még a Honvédnak a legnagyobb erősségének? Tehát mi az, amit mindenképpen meg kell majd oldani a Vargacsó csapatának? Leginkább ez, amit most is látunk szintén, hogy nem nagyon lehet beadni a labdát, behúzódnak, ez is ilyen félemzóna volt, és így ezáltal kevesebb kiáltást kapunk, viszont át kell lőni. Ez kicsit olyan, mindig a lövőknek egy az egyes párharc az aktuális, hogy az ellenfél kapusával szembe, úgyhogy lesz még ilyen, most két védéssel kezdve. Így van, Deckernek rögtön a nevéhez oda került két védés. Hát hamarosan megmutathatja hasonló, vagy jobb képességeit Bogár Soma is. Az utóbbi években egyértelműen tényleg a magyar válogatottnak is az első számú kapusává vált. És milyen kalapda? Így van, volt egy támadó hiba, fent volt a centernek az egyik keze. Na, már is fordulhatunk. Akiről már ugye volt szó, ugye Vadovics Viktor hozza föl a labdát. Így van, ahogy említettem, hogy az egyetlen balkezesünk, valószínűleg sokat is fog játszani. Argadénes. Vadovics. Valga Dénes, Agriopoulos, elvállalja, és a kapufán csattant ez a kísérlet. De még mindig milyen a labda? Varga Dénes. Körül a szélre a labda. Sűrült az élet középen. Sondi meg is szerzi a labdát. Így van, az szinte biztos, hogy lesznek lövő helyzeteink, meg vannak is. Tehát megvannak, hogy meg lesznek a helyzeteink. Hát előbb-utóbb be kell majd lőni egyet. Amint egy-két átlövés bemenne, nekik sem olyan könnyű ilyen szűken zónázni, és itt jobban kiesnek majd, és akkor viszont be is lehet majd adni. Addig viszont lesz ez a sündisznó zóna. Az is azért mutatja ennek a Honvédnak a fejlődését, hogy az utóbbi években, ugye 2015-ben tudtak utoljára legyőzni, minket miközben milyen kalapda, hogy legutóbb ugye már csak 6-5-re tudtuk őket legyőzni, pedig azt megelőzően általában kiütéses siker volt a jellemző. Igen, jó is, hogy említett, tavaly a Komjádius szerintem nagyon-nagyon megszenvedtünk velük. Sokkal inkább benne volt abban a meccsben mondjuk a döntetlen, mint hogy végül győzni fogunk, de aztán megoldottuk. A kevés gólos meccs mindenképpen nekik kedvez. Hát meglátjuk, hát most megszerezzük az elsőt, de nem. Decker ezt is kivédte. Igen, ez egy nagyon szép kérdés volt. Ugye a kapufával szemben volt Vigbeli Vendel, lóbálhatott is, és végül szerintem 6 méteren belül tudott egyet lőni. Nyilván ugye Decker Attila se kell félteni, ez 35 éves hálőr, ugye nyilván világbajnok lett 2013-ban még Barcelonába, és a Fradiba is megfordult 2009, illetve 2010 között. Testvére ugyebár Decker Ádám szintén világbajnok pólós. Na de nézzük, hogy sikerül kivédekezni.
Sander hátrányt, egyelőre jól. Jó védekezés volt, nem is alakult ki belőle igazi helyzet, és végül el kellett lőni, mert kevés volt az idő. Nézzük, hogy mivel próbálkoznak most a vendégek. Egy lövés is, az elkerülte a jobb kapufát. Nem volt egy rossz kísérlet, de... Jó elgondolás volt, Kevin kilépett a blokk mögül, és nem is volt így blokkja, csak túlhúzta. Most viszont talán eljöhetünk 6-5-be. Ez lehet egyébként ezen a védekezésen a másik olyan dolog, ami működhet. Folyamatosan eljövünk, és nem tudnak felállni. Padovics. Szabad dobás. Angriopoulos, Varga. Egy ejtés középre, meg tudjuk-e szerezni? Nem. Fekete Gergő volt ott centerben. Igen, de a passz pillanatában megint lazultak le, sőt, még előtte, és azonnal mennek besegíteni. Az a jellemző, hogy még ha Becknek nem is volt kinn a keze, de ha két besegítő jön, nem olyan szoktak kiállítást adni, most pont ugyanez volt. Fekete Gergő is úszik vissza az emberén, hogy ő is azok között a fiatalok között volt, miközben Fogás Soma védését láthattuk. Hát ő is azok a fiatalok közé tartozik, aki ugyebár a Split Európa bajnokságon tagja volt az ezüstérmes csapatnak. Egyébként is ugyebár 6 játékos, illetve még a szakmai stábban is 3-an ott voltak ebben a csodálatos sikerben. Megkaptuk az első kiállítás mezőnyből, utána kapás szélen. Nézzük Feketét. Fekete, és Dekker véd, de a kipattanó még a miénk. Igen, most fel lehet állni. Varga, Padovics, Agriopoulos, itt van a vezető gól. Elsült a görög kéz. Nem volt egyszerű, de megvan a vezetés. Átszakadt az a bizonyos gát talán. Így van, ez az ötödik lövésük volt, ha jól emlékszem. De úgy említettem nála, hogy mindenki hol tűnik fel, mindenhonnan veszélyes. És ezt most bizonyította is, tud kapásodon is játszani, tud egy és kettes pozícióban is játszani. Most is azonnal felismerte a helyzetet, nem megadt a blokkja, befelé lépett és visszalőtte. Nehéz ezeket védeni. Közben láthatjuk ugye, hogy öten is kimennek. És öt új játékos a vízben. Ez lehet még, amiben sokkal jobbak vagyunk, hogy nyilván valahol szabak is padon töröttünk. Két csapatnyi játékosunk van. Igen, ugye rengeteg edző szeretne elérni, hogy mondjuk egy adott posztra legalább két olyan játékosa legyen, akiknek hasonlók a képességei, itt ez a nálunk abszolút adott. Így van. Ha nézzük, hogy ez a idézőjelesen frissebb társaság hogyan védekezik ezt a szituációt. Remekül azt kell mondani, fordulhatunk is. Hogy az előbb említettem, ahogy száddal labda már ment két besegítő, ilyenkor nem szoktak belefújni a sípba. Nagy Ádám passzolt Madovicsnak, miközben már ott van a szél a labda, középre centerezett labda, és... 5 méteres. Kapunk egy 5 méteres, bravo, német Toni. Jó volt a passz, és megint jellemző volt, amit két támadással ezelőtt mondtam, hogy az volt, amit két támadással ezelőtt mondtam, ha nem tudnak felállni, és nagyon jól jövünk fel. Ugye nyilván 5 pihent játékos volt a vízben, úgy nagyon nehéz ezt a védekezést megcsinálni. Most sem tudták, hogy ki hol van, ebből alakulhatott ki a helyzet. És akkor nézzük azt, hogy Daniel Merkulov gólra váltja. Dekker érezte az irány, de nagyon jó helyezett és erős lövés volt. 2-0 a Ferencváros javára. Jó felé mozdult, de egy picivel, ha előbb mozdul, akkor meg is van. De hál' Istennek nem. Kiváló hangulat egyébként itt a Hegyvédő sportuszodában, de szerintem az a közvetítésen is hallatszik, hogy a Radi B közép most egy emberként. Igen, le a kalapod előttük. Tegnap este kim voltak a női meccsen is, pedig egy nagyon sima meccs volt péntek este 8:30-kor, és ugyanilyen végig lelkesek voltak, amikor vezettünk 10-15 góllal akkor is. Így abszolút azt lehet mondani, hogy ez egy tényleg nem egy elcsépelt szó, hogy a Fradi család tényleg egy Fradi család, mert tényleg a szurkolók is tényleg az összes szakosztálynak szinte minden mérkőzésen ott vannak, miközben levágódó lövés, úgyhogy ismét fordulhatunk majd. Egyébként itt ragadnám meg az alkalmat, hogy ezt el is mondjam a kedves nézőinknek, hogy bizony
férfiak meccsén kívül rengeteg egyéb más ferencvárosi érdekeltségű esemény is zajlik, akár ebben a pillanatban is, hiszen férfi jégkorong csapatunk, női labdarúgó csapatunk is pályán lesz, illetve ugyebár jégen, illetve a férfi labdarúgóink is majd a Puskás Akadémia vendégeként játszanak, de vissza a vízilabdára. Herkulov, és szerencsés gól, de néha ez is kell, a kapufáról Decker hátára pattant, onnan pedig be a kapuba. Nagyon jól csinálta, közben Decker kidobja a labdát, nem tudom mi az oka, de kapott egy újat, hogy Jancsik levitte a labdát, ezzel az egész hátsó sorunk közelebb tudott jönni, és közelebbről vehetett a lövés, ez fontos volt. Tehát mind a két edző talpon van Varga Zsolt, illetve Szívos Márton, és utána Szívos Márton, aki egy picit most, hát nem is temperamentumosabb, mindenképpen aktívabb, igen, ez a jó szó. Egyébként ezt nem gondolom, alapnak gondolom, hogy a vezetőedző igenis álljon, és egy kicsit éljen együtt a játékkal. Sosem néz ki jó, hogyha egy edző üldögél a padon, és közül kapunk egy kiállítást, nagy Ádám megy ki. A második ferencvárosi ember hátrány. Nézzük, hogy a Honvéd ezt ki tudja-e használni. Megkerül a labda a szélre. Lesz a bejátszás, nem. Azonban kiperdül a labda, de marad a kisvestieknél. Viszont nagyon jó a bok. Valami hasonlót csinált a Honvéd, illetve Kevin Bendegúz, mint a mi első gólunk előtt Argyropoulos, tehát kettes pozícióba belépett. Csak kicsit pontatlan volt a passz, hogy kicsúszott a kezéből, de már lőtte volna. Mehetünk a négy gólos előnyért. Herkulov hozza fel a labdát. Most jön középre a labda, Jancsik Szilárd felé azonban. Most győzött a túlerő. Igen, Simont vitte be, aki az ellenfél center, ez már csak azért is jó, hiszen most onnan kell felúsznia majd centerbe. Most egy kis szabad terület volt ott. És közben 1-0-ával lehet Jancsiknek adni, vagy lehetne. Van is majd úszunk, meg is kapja. Na nézzük Jancsikot, hogy az utol is érik, de még nála lesz a labda. Talán. Nála volt, a bal kezében volt. Kíváncsi lettem volna, hogy mit csinál vele. Viszont a labda marad nálunk, úgyhogy semmi vész. Jancsik. Varga Vince. Egy jó lövés! Hát így kell előni, ha helyzetben vagyunk. Még akkor is, ha valaki 17 éves. Ez is egy, azt gondolom, hogy a szakosztálynak az egyik erőssége, hogy abszolút nem fél a fiatalokat bedobni a szó szerinti mély vízbe. Nem vagyunk könnyű helyzetben, de vannak jó fiataljaink. Abban a szempontból nem vagyunk, hogy sok jó játékosunk van. A fiataloknak nehéz. De van egy-kettő, aki tényleg ügyes, és ezen a szinten is használható. Több ügyes is van, Vince pont ilyen. Tehát ő azt gondolom, most a minden meccsen játszani fog, és meg is mutatja, hogy nem véletlenül. Igen, az előző a szituációnál sem jött zavarba, és azt gondolom, a csapat sem jött zavarba abszolút, hiszen 4-0-ás előnnyel zárul az első negyed. Abszolút nem lehet okunk a panaszra. Jó a védekezés, aztán nyilván az első néhány sikertelen lövést követően tényleg ez a mondjuk úgy elcsépelten mentális gát is átszakadt. Hát reménykedjünk a hasonló folytatásban. Elmegyünk egy kis reklámra, aztán pedig innen folytatjuk. Remélhetőleg tényleg hasonló marad majd a játékképe a folytatásban is. Itt volt szó röviden, ugyebár Szívós Mártor, ugye a 41 éves szakember szintén, ahogy már itt volt szó erről, 2013-as világbajnokságról szintén ott fölületett a csapat tagjaként a világ tetejére, akinek ugyebár édesapja, illetve nagyapja és olimpiai bajnok, ifjabb Szívós István, valamint idősebb Szívós István, illetve hát ő is nyilvánvalóan, tehát Szívós Márton is ezer szállal kötődik Ferencvároshoz, kezdett el vízilabdázni, illetve magyar bajnok is volt csapatunk edzője is, majd a klubügyvezető elnöke, majd pedig a szakosztály vezetője is volt, tehát azt hiszem ő is, mint a tenyerét úgy ismerheti
a Népliget és Bortuszodát. Igen, az apukája nagyon veszekedett most az övéivel, sem elől, sem hátul nem elégedett, vagy nem is lehet elégedett egyébként. Valóban így van, viszonylag pontatlan lövések mentek a kapunkra, nem nagyon volt igazi helyzetük sem. Igen, azt lehet mondani, hogy igazán kidolgozott akciót nem kellett hárítani, miközben Ivari Vendel ismét megelőzte riválisát Eckler Bendegusta ráúszásnál, úgyhogy megint mi vezethetjük az első támadást. Megint a kezdőcsapatunk van a vízben, azzal a kivétellel, hogy Jancsik nem van, most ő a back. Kapcsunk egy kiállítást. Így is van, van egy ember előnyünk. Jó, sikerül-e kihasználnunk. Ezután, hogy Ugovics harcolt a kérdére. Jó, beátszás, a kapufán csattant ez a hely, ez a lövés. Kapufa, illetve azt gondolom, hogy lehet, hogy védés is volt. Igen. Talán Vadovics egy ütemmel később adta, de nagyon jó passzolott így is. És egy picivel talán lassabb volt, hogyha valami bele kell, hogy kössek, de szép védés volt. Illetve a végén két védő is ott volt már Jancsik nyakában. Kevi Bendegusz hozhatja a labdát. Most már megint nála van. Lövés és Vogel véd. Megint nagyon jó volt a védekezés, jól működött a zóna, nem lehetett beadni. Egy kényszerlövés volt a végén, azt gondolom, hogy a lehető legtöbbet kihozták így is ebből. Lőtt egy hosszú felsőt, amit igazából csak szögletre lehet védeni, úgyhogy jó volt a védekezés és jó volt a végén a lövés. Közben a medencében van az ellenfél, Nyíri Balázs is. Kevihez ismét Nyírinél a labda, el is vállalja, azonban mellé megy ez a kísérlet. Marad a 4-0-ás Ferencvárosi. Igen, elő. Közben ezen az oldalon van egy testhossz előny, vagy legalábbis volt. Angiokulosz. Szabad dobást kap. A bejátszás, és ott is van! Az 5. Ferencvárosi találat. Nagyon jól csinálja, illetve az egész csapat nagyon jól csinálja. Nagyon jó, nagyon sokat úszunk, azonnal, mint megvan a labda, 6 ember elindul. Most sem tudtak igazából felállni, még a falt is tökéletes volt, azonnal nyúlt a labdál, és adta be a bent álló Ubovicsnak. Nem volt, aki be tudjon segíteni. Tulajdonképpen egy ütemmel az egész Honvéd csapata valahogy mögöttünk volt, onnantól kezdve, hogy elveszítették a labdát. Így van, tehát most már Ubovics nem csak, hogy kiállítást harcol ki, hanem tevékeny részes a gólgyártásnak. 5-0. Amikor be tud állni, akkor nagyon-nagyon nagyon ügyes játékos, a kapufánál is nagyon jól mozog, és amint be tud állni, és mögötte van a back, onnantól nagyon-nagyon veszélyes, és már hogy nagyon benne van az akcióból, jól lő. Ez most egy jó passznak tűnik, azonban támadó szabálytalanság, hogyha... Jó passz is volt, csak Verkurov nagyon jó ütemben nyúlt oda, és vízzel el tudta nyomni a labdát, viszont itt közben viszont kaptunk egy támadó hibát. Azt hiszem jogosan. Nézzük, ezt ki tudja használni a Honvéd, hogy kicsikét zárkozzon. De nem tudja ki, aztán ez egy rossz passz volt. Látom, hogy Nyíri Balázs tempózott el a labdáért, mégis van neki. Ha jó passz kapott volna, nagyon, nagyon nagy helyzet lett volna, de... Ez a pattintás pedig. Fugál volt rajta, úgyhogy... Sarokdobás. Eckler Zsombor. Ugye két Eckler is van mezőnyben, ugye a másik ugye Bendegúz. Igen, 4-es és 5-ös sapkában. Így van, most pedig Kevi teszi tovább a labdát Nyírinek. Kevi. Kerül a szélre. Támadja, mindjárt letelik, és centerezés elpattant. Ez nem az első olyan passz volt, ami túlcsúszik, vagy nem pontos. Így azért... Így... megmentette. Ingvári. Újabb ember előny. Igen, megint fel tudtunk menni úgy, hogy 4-4 ellen voltunk. Ezután a német Tonit. Adni. Német Tonit lehet dicsérni. Ez
hosszú volt, illetve magas volt Vidlárinak, de még megvan. Kuló. Egy lövés és Dekker. Német Toni ólálkodott ott a kipattanóra, de... Sajnos azzal a hosszú Merkulov passzal ugye elment az egész. És most kapunk egy kiállítást is. Itt a visszaúszás közben. Közben 4-3-ban vannak megint. És ez most becsúszik. 5-1-re módosul az eredmény. Már visszaúszás közben is volt egy kis megnemértés, nem? Igen, azt lehetem mondani, hogy rendezetlen volt most egy picikét a alakzatunk. De nézzük, hogy sikerül-e visszaállítani az 5 gólos különbséget. Marga Dénes kezébe a labda, ő volt az, aki ugyebár műtétjéből visszatérve az ő góljával győztük le legutóbb. Nem védott 6-5-re, nagyon fontos találat volt. És még nála a labda, Fekete. A másik oldal Jansikhoz, Jansik még közelebb megy. Lehetne nézzük. Lőni. Így is van. Be is lőtte. Belőtte, csak előtte belefújtak. Azt mutatja a játékvezető, hogy a bal könnyökével odébb taszított az embert. Kicsit talán túlzás, de így van, hogy a gól nem is érvényes. Az biztos, hogy a honvédvédő eljátszotta, hogy igen, picit szigorú nagyobb volt, illetve úgy is mondhatjuk, ezt megették a medence partján. És ismét lehet gyakorolni az ember hátrányos védekezést. Németet küldték ki. A lövés is, és vágódik a labda, nem volt szerencséje fogásomának. Nem mondtam közben, vagy nem akartam tippeket adni, nem mit adanák a honvéd játékosai, de valahogy végig tolódtunk velük, és kialakult ez a lövőhelyzet kapáson, talán nem kellett volna így kiesni. Most viszont 5-2-nél fontos lenne, hogy mi lőjük a következő gólt, és ne hagyjuk őket lendületbe jönni. Egy pillanatra se így jel a kispesti egylet, hogy igen, az elején említettük, hogy ez egy fiatal csapat, sok fiatal játékos, talán az elején meg is voltak egy picit illetődve, különösen lövéseken látszott ez, az ő lövéseiken, de nem lenne szabad ebből engednünk. Jokolosz. Kiállítás. Jól láttam, hogy a tízessel ment Kuspér Péter. Igen. Jó, Kulosz, jó a bejátszás, és Dekker Attila fejelt. Ez egy nagyon nehéz lövés a kapufásnak, amikor vonalba kapja a labdát, és tulajdonképpen 180 fokot kell vele fordítani. Talán lett volna még egy fél ütem, hogy ne egyből lője. Egyébként olyan, úgy vagyunk a vízben, hogy nincsen igazi center, hanem éppen mindig, viszont van mondjuk 2-3 olyan játékos, aki be tud menni. És mindig az megy be, aki közelebb van, illetve aki olyan kevésbé védekezni tudó játékos van. Ez egyébként elég jól szokott nálunk működni. Igen, most meg is kaptuk belőle a kiállítást. És hogyha éppen jól láttam, most akkor a Molnár Erik Holtán középen. Tehát szintén nem kell félteni, ugye ő is ott volt a Spiti Európa bajnokságon. Így van. Felnőttek között 19 éves létére. Megint eljöttünk 6-5-be. Most már nem lett belőle semmi. De annyiból jó, hogy megvolt a lendület, és megint esetleg nem tudnak felállni, védekezni. Óriási melót végezett középen Molnár Erik ismételten. És Ágyurapulosz is, így most van. Ő fogja kapni a kiállítást. Ő még előbb ő első volt, aki felállt és beállt. Hessel Sebastian tárnyitották nekiadni. Ő fog kilépni, ha jól látom. Így van. Marga Dénes. És egy hatalmas csattanós kapufa. Viszont a labda legalább nálunk marad. Marga.
csúszott a labda. Igen, kicsit dadogott. Majdnem el is feszítjük, de még bőven van a támadó időből. Ez is Agropoulos és Dekker. Nagyobb baj az, hogy ebből 1-0-ban elmentek. Kapjási labdát, de végül meg vagyunk. Sőt, nem is kellene faltolni, hiszen több védünk van, mint támadó. Igen, most már talán megnyugodhatunk, nem... Le tudunk állni normálisan. Így van, Vadovics fog bekelni, de kevés idejük lesz, ugye mindjárt 10 alatt van a támadó így van, idő. Így van. Le is kell lőni, és a másik oldalon is megszólal a kapufa. Le lehetne adni. Elől. Így van, Agropoulos elől. Settenkedik, ólálkodik, azonban a labdában Molnár Erik. Igen, most ő állt be centerre egy pillanatot, de most már úszik kifelé. Sőt, nem is úszott ki. Igen, most fekete. Fekete bement csak mellé. Ott lesz a Dumi kapáson, kapja is. Farga. Lesz-e újabb Ferencvárosi gól? Nincs, helyett újabb Ferencvárosi kapufa van. Az elgondolás jó volt, de már olyan közel volt, hogy igen. Nem is volt igazi íve az ejtésnek. Öt-kettőre vezetünk akkor, amikor a második negyed. Alig egy perc van már csak hátra, tehát hamarosan jön majd a nagy szünet. Megint meg vagyunk hátul, sőt többen is vagyunk. Mivel menet közben cserélt a honvéd. Kevi a labdával, ő is elvállalja messziről, tehát ez nem volt egy nehéz ügy. Igen, ezek nem igazi lövő helyzetek. Ez inkább olyasmi lövés volt, mint amikor mondjuk a mérkőzés előtt így bemelegítik mondjuk a kapust. Ilyen menekülésből lőtte, majd utána ki is állították visszaúszás közben. Ez pedig egy időkérés. Nem vagyok ennek volt. Nagyon híve, de most jobban játszva, lehet, hogy kidobja valamelyik oldalra a labdát. Igen, itt kaptuk a kapunk előtt, még felúsztunk volna, nem volt jó ideje gól. Ilyenkor azért nehezebb gondolkodni, talán most jól fog jönni ez a timeout-os egy perc. Kicsit mindenki lehiggadjon és fel tudjunk állni a lehető legjobb felállásban. Ilyenkor egyébként általában miket tud egy vezetőedző elmondani ilyen szituációban, akkor tényleg egy kicsit megakadt a támadás elől. Énkor talán meg kell nyugtatni a játékosokat? Vagy megnyugtatni alapot? Nem kell, bőven elég ez az idő, amíg kiúztak, visszaúztak. Talán egy edző jobban látja ilyen esetben, hogy mi az az előny, ami működhet, beteszi hozzá megfelelő játékosokat. Ugye most is ez volt, beteszi Ubovicsot a rövid kapufához, illetve elmondja, hogy hogyan álljunk föl. Nem hallottam, hogy mit játszunk, de mindjárt meg fogjuk látni. Az bőven elég, hogyha mondjuk a 180-as pulzus levegy ilyenkor 100-ig, és kicsit jobb döntéseket lehet hozni. Ugye a kapás széle viszi le, közben lesz egy... nem indult el az idő. Így van. Annak rendje és módja szerintem a játékvezető ki is kérik a labdát. Közben mondom, amit mondtam volna, tehát levitte volna a kapás széle. Ugye a kettes pozícióból Dumi lépett befelé, azért, hogy Ubovics pedig kilépjen. Valószínűleg lett volna egy dupla, megkapja a balkezes, és vagy a kilépő Ubovicsnak adja, vagy mögötte valamelyik játékosnak. De most az egészet kezdhetjük majd megint. És nem is biztos, hogy ugyanezt. Közben az óra már fut. Igen, hát vissza kell állítani oda, amennyi elvileg eltelt. Igen, viszont a 41-nél állt meg. Igen. Na nézzük akkor. És ugye most ez a fontos, hogy mennyi van még a kiáltásban, jól tudom, 12. Hoppá! Ezt tudták fülelni. Hát ez a legfájóbb dolog, hogyha nem hogy lövés nélkül fejezzük be, hanem egy-egyben eladjuk a labdát. Főleg egy időkérés is előnnél, és hogy pont lesz egy támadás a Honvédnak. Igen, Sugár Péter szaporázhatta meg ott a szélen. A középrejátszás. És nem, hogy mi nem lőttünk belőle gólt, hanem sajnos még kaphatunk is. Hát sajnos ez egy 5 méteres lesz. Nem jól jöttünk ki ebből, nem indult el a támadó idő. Abszolút nem. És hát a közönség egy emberként élteti Fogel Somát. Szemben egy kis Málint. Hát ugye bár Granadosnak ezt az ominózus 5 méteresét a elvédőnkébe kivétve. Soma amúgy is nagyon jó százalékban védőzött. Így van, így van. És ezután viszont nem tudok állítani. Azt jól gondolta, vagy jól lesz, hogy megint lapos lesz.
Ugye a kapufa mellé ment a lövés, és pont a keze és a kapufa közé. Ja, az történt, amit itt az előbb néhány perce még húba intette, hogy nehogy ők szerezzék a következő gólt, hát sajnos ők szerezték, hogy 5-3-ra módosul az eredmény. Hát igen, 5-0 után, tehát... Egyelőre ezt a... Az várható volt, hogy előbb-utóbb fognak lőni gólt, de ugye közben most velünk van az, ami velük volt, de most ott még egy helyzet lett volna. 2,3 másodperc még maradt a negyedből, de azt hiszem, hogy sok minden már nem fog történni. Így is történik. Hát kedves nézőink, az első negyedes államkezdés után azért a Honvéd is megrázta magát, és mondjuk úgy, hogy megérkezett a mérkőzésbe, úgyhogy a nagy szünetben 5-3-ra vezet az FTC Telekom waterpolo, és remélhetőleg a mérkőzés végén is erről tudunk majd beszámolni. És elmegyünk egy kis reklámra, aztán pedig a harmadik negyed. Ott voltam egyébként, az UV-sővel fogunk játszani, ugye ez még oda-visszavágos, viszont teljesen vaksorsú este, tehát lehetett volna a Vasas, vagy az OSC, akár ez a mai Honvéd, ami biztos, hogy nehezebb lett volna. Igazából annak ellenére, hogy ez tényleg vakon volt, nem lett az első körben senki, két nagy csapat nem játszik nagyon egymás ellen, majd utána. Azt gondolom, hogy azokkal nem lesz gond, vagy hát edzőmeccsek lesznek. Ez a mai, nem azt mondom, hogy jobban aggaszt, de nehezebb és fontosabb. Nem az a gond, hogy fél időben kettővel megyünk, hanem az, hogy 5-0 után lett ez. És amint nem tudtuk megvalósítani ezeket a lendületes menéseket, onnantól 6-6 ellen valahogy nem találtuk most a... Igazából a helyzetünk sem nagyon volt, egy kaput eltaláló igazi lövésünk itt a negyed második felében. Ezen azért változtatnunk kell. De a helyzetünk megvoltak, de ugye a kapufa az nem kaput eltaláló lövés. Igen, ráadásul ugye most először a találkozó során el is hozták a ráúszást. Így van. És festiek, Mekler Zsombor. A Dénes próbál itt labdát szerezni. Merkulov. És... Hát ez abszolút hideg zuhany. Feljön egy gólra a Honvéd. Sugár Péter találatával. Igen, úgy említettem az előbb, hogy nem nagyon volt kaput eltaláló igazi lövésünk. Hát ez egy jó kis lövés volt, semmi különös. De az biztos, hogy a blokkokon kívül volt, és egy kicsit meglepte Somát is. Úgyhogy hát nem véletlenül mondtam 5-2-nél, hogy nekünk kellene a következő gólt lőni, hogy ne hagyjuk őket lendületbe jönni. És magunk dolgát nehezítjük, vagy nehezítettük meg. És ilyenkor nagyon nehéz váltani, nem csak vízilabdában, hanem minden sportágban. Tehát, hogyha valaki, akkor tényleg a Fradi képes lehet erre. Hát így van, vagyunk olyan jó csapat, meg vannak olyan játékosok, hogy pontosan tudják, hogy milyen ez, meg hogy nem kell megijedni. De az előbb-utóbb most tényleg el kell most már találni a kaput. Iri Balázs, vele szemben pedig Daniel Melkulo próbált labdát szerezni. Inkább ő is inkább úgy dönt, hogy visszaúszik. Igen, sőt kimentünk egy picit, most húzódunk majd vissza. De a támadás első felét teljesen szoros emberfogással kezdtük el. Bejátszott labda. Hát ez szép volt. Teljes Robert a csavargóllal egalizál. Hát tulajdonképpen új mérkőzés kezdődik el. A harmadik negyed. Így van. Hát és most 1-10 alatt kaptunk két gólt. És megint volt egy fölé pattintott lövésünk. Így van. Így van. Nézzük akkor. Ez a 6-6 elleni védekezés, ugye? Szokták középkezdés után csinálni. Kettő ember beáll a kapuba, és hát valahogy is kiejtett a labdát. Sajnos az a probléma, hogy nem csak a lövések nem ülnek igazán, hanem előfordulnak bizony technikai kihagyások is miközben. Igen, hát ahogy az előbb említettem... Ekler Bendegusz fogja a fejét, illetve egész pontosan az orrát. Nem ő az. Ez hetes sapka. Hát a sapka, rosszul láttam, elnézést kérek. Igen.
Kis Bálint az. Valószínűleg nem szándékosan. Így van, igen. Hiába mutogat Dekker, ez nem volt szándékos, hanem hogy ahogy ment a Ubovics a labda felé, Ubovics azonnal mutatta is, hogy elnézés. És valószínűleg felszakadt a, ha innen jól látom, felszakadt a szeme, vagy szeme fölött. Igen, ez innen is látszott, hogy ebben aztán tényleg semmilyen szándékosság nem volt. Szóval visszatérve, ahogy mondtam, hogy a Honvédnak jó az, hogyha minél tovább meccsben van, és akkor elkezdhetik ezeket a saját dolgokat csinálni, el is kezdték, ugye most ketten váltak a kapuba, sajnos még lövésig sem jutottunk, ez nagyon fájó. Illetve amit mondtál is a mérkőzés elején, hogy a Honvédnak az, hogyha minél kevesebb gólos lesz ez a találkozó, egyelőre ez ül, hiszen 5-5 csak az állás. Igen, a kevés gól azt jelenti, hogy működnek a dolgaik, működik a védekezésük, jól véd a kapusuk, tehát az adhat nekik egy magabiztosságot. Szerencsére ezzel a lövésünk elkerült a kapunkat. Közben megy ki Ubovics és Ekler Zsombor próbálkozik. És helyette Fekete. A Dénes, aki eddig kapufákig jutott ezen a találkozón, de hát ha egy-két gól az ő tartsajában is lesz majd. Szabaddobás. Mukuló. Ő. Inkább elvállalja, azonban ez is a blokkról ment ki, úgyhogy ismét a Honvéd jöhet majd. Mert is láthatóan lelkesednek be a kispadjuk is, egészen más a meccsképe, mint ami volt 5-0-nál vagy 5-1-nél. Hát itt az egyenlítő gólnál is abszolút felpattant a kispesti tábor. Tényleg az első negyedben ez még nem így nézett ki. Ekler Zsombor ezzel közelebb a labdát. És a távoli kísérlet a szalomban védeni tudta. Ez kelleni fog majd, ugye most mi is zónáztunk. És itt több helyet és időt adva a lövőiknek. Ilyenkor viszont kellenek ezek a védések. A néző kinek lehetne adni. Választotta, itt nem most a Merkuló volt. A középetett labda. És akkor hátra sikerül ember előnyből ismét megszerezni a vezetést, ugye Alsó Szilárdból a kiállítás. Elnézést. Varga, na vajon most? Itt ezt a kapás oldal, így van. És középetett labda, és nem van! Szépen játszottuk végig, nekik volt egy hasonló góljuk, amit igen, kikapás oldalon fejeztek be. Itt most Nagy Ádám még egyet tovább tudta adni. Tulajdonképpen az volt megint a kulcs, hogy ott a túloldalon kicsit jobban kimentek és kiestek. Kialakulhatott itt egy ilyen 2-1-es szituáció. Hát esetleg ez az újabb 6. gól. Régen tudtuk tényleg most bevenni a Honvédnak a kapuját, hát ez egy kicsikét egyrészt megnyugtatja. Játékosokat, illetve egy picikét talán az önbizalmat is tényleg visszahozzam az elején. Az a nincs baj, talán sem a nyugalom, itt a pontatlanság van. Most tényleg fontos lenne, hogy megint legalább egy ideig, ha nem is lövünk gólt, de ne kapjunk azonnal. Megint elgöröpülött, most megint másback van, aki azt kell, hogy szoros ember fogást tegyen, és így kijelíthet fogáson. Most kezdünk majd zónázni. Kevi. Egy kevi. Éri kísérletezik, de kiváló volt a blokk. És akár még meg is lehetne a labda. Meg is van. Bravo. Kicsit senki nem tudta, hol volt a labda, hogy hol a labda. Nagy Ádám eszmélt előbb. És most jöhetünk el 6-5-ben, csak menni kell mindenkinek. És jövünk is. Megrepül szabadon viheti, sőt teljesen szabad előtte a folyosó, akár el is vállalhatja. Ebből lesz egy lövőhelyzet neki. Most emelkedett az első blokk. Jobb lett volna talán, hogyha ő igen, igen, elvállalja. Igen, igen, a középrejátszás, de ezt befülelték. Nem tudta már kapura tenni. Fekete. Viszont megint visszajött az a lendület, ami így van, igen, az első negyed végén, a második elején már megvolt. Középen próbálkozik ide megúszással, Jansik megkerés ellennie. Hesses Benjamin ellen. Hesses Benjamin, illetve Sebastian Gyebá testvérek, érdekessége a kapcsolatban, hogy ők hollandi Utrechtben születtek, de mindenképpen egyébként. Ezért több időnk van
támadni a kapujukat. Igen, tulajdonképpen 20 másodpercnél került Argyropoloszhoz a labda, úgyhogy idő az tényleg még azért van. Ismét a görög klasszisnál a labda, most a bejátszás! És Dekker hárítja. Jó volt az akció, és egy kicsit pontatlan volt a lövés. De azt pont jól látta, hogy sehet ez a nagy elem, hogy kevés ideje van. És el is akciózta azonnal. Húszik fel a labdával a kapunk elé. Eckler. Ennyit lesz egy lövőhelyzet majd. És középre pont. Polgár kezei közé. Talán, most nem akarom elkiabálni, talán mintha most a Honvédnak is a lövéseik talán nem ülnek annyira. Nyilván láthatóan lassabban is jönnek fel, nem is nagyon van ötletük elő. Végül befejezik a támadó idő lejártó előtt egy-egy ilyen közepes vagy közepesnél gyengébb lövéssel. Ez nekünk jó. De itt a kapás oldal így van. Picit későn kapta. Szabad dobás, Hangyokolosz. Ez meg jó is lehet. Jansik, egy ejtés! Szép. Jó döntés és majdnem tökéletes kivitelezés, sajnos ez a majdnem most azt jelenti, hogy úszhatunk vissza. Nem sokon múlt. Ott kellene egy falat, mivel megúsztak, de nem látta Kevi, úgyhogy meg vagyunk hátul. A 2-2-es. És ahogy említettem az előbb, hogy mi 25-nél kezdtünk támadni, most neki kevesebb, mint 10 van. Tehát most a bejátszás, így is kapnak egy óriási virkózás. Kihozták a maximumot belőle, kapnak egy kiállítást. Abszolút így van. Egy időkérés is. Itt pedig ugyanaz a szituáció, mint nálunk volt az előbb. És sajnos mi el sem tudtuk lőni, hogy ugye amiatt is kell, hogy esetleg egy-két újabb játékos vagy jobb lövő bemenjen a vízbe, mert a többiek is tudjanak egyet szusszanni. Az egy másik dolog, hogy ugye a védők is tudnak pihenni, illetve a védekező csapat is be tud hozni újabb, vagy pihentebb játékosokat, vagy jobban blokkoló játékosokat. Van ehhez kapcsolódóan olyan statisztika, ami azt jelzi, hogy az időkérdéses előnyöket semmivel se lövik be jobban, vagy nagyon minimális a pozitív hozadéka ennek. Valószínűleg pont ez az oka, hogy a védők is tudnak pihenni, illetve a védekező csapat is, illetve az edző ki tudja venni azt a játékosát, aki kevésbé jól blokkol, vagy kevésbé jól mozog hátrányba, helyette be tud tenni olyat, aki pedig jobban. Mi is ezt láthatjuk most, például nincsen igazi centerünk a vízből, aki esetleg egy kicsit nehezebb, vagy kevésbé mozgékony. Hát reméljük, hogy tényleg a mieinknek ez a kis pihenő többet használt, mint a most támadó kispestieknek. Na nézzük, ugye Jansik lett a kiállított játékosunk, Kevi, most az kivételesen az lenne a szélen. Aj, de ügyes volt, ez nagyon szép volt. Bravo, Molnár Erik. Igen, nekem csúszott ki a kezéből a labda. Nagyon az lett velük, mint velünk, tehát ők nem elpasszolták, hanem egy simán elvesztették a labdát. Na nézzük, pedig hogy most mi jöhetünk. Tudunk-e menni, és a két gólos előnyért, Angyokolosz. Velőbb kiállított Jansik. Igári. Polosz, és Dekker hárítja. De most Dagrafosz próbált egy ilyen meglepőt húzni talán. Egyből lövi vagy adja, elbizonyított, volt bent kettő ilyen félhelyzet maga előtt, nem adta oda. Közben fel tudott állni a kapus, ő egy kicsit lejjebb csúszott, nem volt már olyan a szög. Úgyhogy, és közben megint telt az idő. Ez nem volt egy jó lövés. Most a bejátszás. Sajnos kiállítás teljesen jogosan. Így van, most Molnár Eriket küldi ki a játékvezető. Az előbb éppen ugye Molnár akasztotta meg az ember előnyt, hát most ő biztosan nem fogja, de hát ha majd más. Próbálja gyorsítani a labdajáratást. A Honvéd is középre jön a lövés, Vogel. Ebből el lehetne mennünk, van még 24. Igen, azért jobb lenne tényleg egy két gólos előnnyel fordulni az utolsó negyedre. Elkulóbit szélen hozza fel a labdát. Most
csatlakozik Angyilopulosz középre a bejátszás. Ez egy tiltás kellene, hogy legyen, így még szebb. Harcolni magának, és ez szerintem volt. Nem volt, így van. Nagyszerű. Hát akció volt a lehető legjobb. Gyönyörűen csinálta Jansik, nem volt könnyű dolga. Ez gyönyörű, ez klasszis megoldás volt. Ugye azért veszek szívós Marci, hiszen jobb volna, hogyha a védő csinál egy kiállítás, alig lett volna időnk ezt megjátszani, maximum egy, vagy maximum kettő plusz lehetett, vagy passz lehetett volna benne. Így pedig hagyták Jansikot lőni. Hagyták ezt időzőjelben, mondom, nem olyan könnyű nem hagyni. Hát igen. Ugye ő maga nagyon jól közel húzta a labdát a lábával, és a bal kezével pedig fogta a védőt, és az a lendülete fordult is be. Ott már nagyon nehéz mit kezdeni. Hát reméljük, hogy ez a lendület kitart majd tényleg még az utolsó negyedre, és 7-5-tel várjuk az utolsó záró felvonást. Még következik egy reklámblokk, aztán pedig folytatjuk. De nem betegül fekszik nekünk, illetve nekik van egy olyan könnyebbség, hogy mi ellenünk játszhatnak mindenfajta teher nélkül, illetve a másik pedig a Vasas Bressának a győztese, ami szintén teljesen mindegy, melyik lesz, de az egy nagyon nehéz, tehát jött hozzá két nehéz csapat. Hát azt mondom, hogy ugye az az alap, hogy első négybe legyünk, és ezzel bejussunk majd a Final 8-be, ott azért nem mindegy, hogy ki hanyadik helyen jut tovább. Negyedik helyen biztos, hogy nem jó, hogy tovább jutni, mert az váratlanul rekordban játszik egyből a negyed döntőbe, aki azt gondolom, a másik csoportban az első lesz. Úgyhogy jó lenne valahol a csoport első, hát első két helyén mondjuk ki, aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle. Szabad elben kezdünk egyébként. Így van. Idegenben majd megyünk Bressába, tehát egyből nem könnyű meccsek, és még idén van még két meccsünk utána itthon, úgyhogy beindul nem soká. Így van, ugyebár itt a szabad elleni első meccs az majd november 16-án lesz majd, és az első hazai meccs pedig majd december 14-én a Marseille. Így van. Ellen, itt pedig akkor kis BL kitekintés után térjük vissza tényleg ismét a bajnoki közegbe. A Honvéd ezt a ráúszást is megnyerte, és ezt a lövés viszont Fogel mester ilyen védte. Marad a két gólos előny, a ráúszásban tehát 2-2-re végzett a két csapat. És akkor nézzük, hogy meg tudjuk-e szerezni esetleg a 8. Fradi gólt. Jansi kezében a labda, Varga. És még Jansi. Megint fel tudott állni a Honvéd. Nagy lendülete jöttük, de valahogy azzal dominál, hogy sokáig volt a labda, megint nem lett semmi. Megint majd lesz a végén egy ilyen fél helyzet. Abból kell a lehető legtöbbet kihozni. Talán pont itt van. Ugye a polosz előtt ott a fal, bele is dobja a blokkba. Ez volt a maximum, amit ebből ki lehetett hozni, meg is köszönhetjük, hogy hozzánk pattant ez vissza. Most megint felállunk. A nehezebb dolgunk van, hogy nincsen bent balkezes. Az egyes pozícióból is már a legből most, ugye láthatjuk, hogy most onnan is zónáznak. Viszont kapunk középen egy kihetes labda nélkül. Most nagyon jó lenne kihasználni. Jansik, elviszi a kutéli. Marga, ez nagyon jó lehet, és Molle mellé kapítja. Az ötlet jó volt, vagy kicsúszott a kezébe, vagy egy picit megütötték a kezét, ugye nehéz lövés, ahogy dősz a kifelé, a balvállat felé, és a rövidságot felé, és visszalőttem volna hosszúba, eltalálja a teljesen mindegy, hogy laposan, félmagasan, vagy magasan, biztos, hogy gól is lett volna. Hát a nehézsége pont ez, hogy nehéz eltalálni. Gregor Benedek. Tovább Kevinnek. Nagyjából ugyanaz a helyzet, mint a másik oldalon volt, hogy a vége lesz egy lövés. Igen, viszont most nem lehet beadni, igen. Az velünk volt. Ez már nehéz így, hogy tudja a kapus, hogy valószínűleg ki fog lőni, szemben áll veled a blokk, tehát valahogy a blokkodat le kéne győznöd, sok esetben van még egy belógó kéz, vagy még egy blokk, és akkor még ott van a kapus is. Hát nehéz. És ez már egy jó védekezésnek számít, ugye, hogyha a végén egy ilyen helyzetet tud valaki kialakítani. Molnár, ki előbb ugye előtte az ember előtt, Jansik. Hát a másik oldalra, Vigvári, ez jó lehet, és... És még a bal tudta előni helyette, aztán Ágyó. Bal kezén volt a labda. Azt hittem, hogyha egyből megütötte volna, ugye nagyon ügyes a keze meg a csuklója. Aztán ő is meglepődött, hogy mit csináljon vele. Igen, szerintem őt is meglepte, hogy hozzákerült a labda. Igen, de azt oda kellett adni, csak éppen a balvála volt alatt, ha kicsit magasabban kapja, vagy máshogy kapja, akkor jobban megüti. Próbál a Honvéd visszakapaszkodni. Így viszont nem fog menni, a Fogel remekül véd.
középre tartó labdát ki tudta jutni. Kelt a sarokból a kék sapkás vendégcsapat. Jól csinált a fejős, azonnal be tudott állni, azonnal zónázunk. Nyilván az a Honvéd célja, vagy az ő szempontjukból, hogy valahogy beadják. És nem megint át kell, meg is jött a beadás. Jó ütembe jött Soma, és a vízre nyomta a labdát. Nagyon jól olvasta a játékot, ami fog következni. Igen, a fejősnek ugyanaz volt a végül a bal szerencsője, ami jóvá tette ezt a támadást. 2 méter 10 centinál, tehát nagyon jól mögötte a bekkel. Viszont ugye ebben az esetben könnyen tud jönni a kapus, tulajdonképpen egy lábtempóval ott is ott is lehet lőni. És hát nagyon szempontból most a Mester 3-asnál jár Varga Dénes, harmadszor az újította a kapufára. Jó volt, el is kellett lőni, nem igen, volt igen. Védelem, középen volt. Minden adott volt. Igen, csak kapufa lett. Ugye ebben az a fájó, főleg ezekben a felső kapufákban, hogy a majdnem gól felső kapufákban, hogy lefelé pattan a labda. Tehát 1-2 centi múlik, hogy gól legyen, ugyanakkor ebből nem lesz se szöglet, se nem hozzánk pattan vissza. Most azon mehetünk, és hogyha a Vadovics jól úszik, akkor lehet egy 3-2, vagy 4-3. Igen, Vadovics most már befelé fordul. Valószínűleg ezt neki kell lőnie. Vadovics, itt van, jól van! 8-5-re módosul az állás, amikor alig 4 perc van már csak hátra a mérkőzés. Kivéletlen volt, és kell csinálni, azt gondolom. Jó volt, ez teljesen 110%-ban az ő gólja. Közben mutatja Fejős, hogy a labdatat a kosár feljebb csúszott, vagy feljebb jött. Szóval említettem, hogy teljesen Vadovics gólja, ő volt szemfüles, ő tudta megszerezni a labdát, és aztán végigvitte és be is lőtte. Érdekesség egyébként a sorsolásunkban, mert a bajnoki sorsolásban, hogy ebben az évben nem is fogunk találkozni két fő riválisunkkal. Ez mit gondolsz, ez mennyire előny, mennyire hátrány mondjuk? Tehát ezeket a találkozókat esetleg már lehet használni? Nekünk előny, én azt gondolom, hogy minél később játszunk. Meg általában azoknak a csapatoknak az előny, akinek nagyon sok játékosa van. Ugye innen is volt világbajnokság, volt EB, sőt volt egy világliga is, ahol volt külföldi játékosunk, akik a játékosaink meg ott voltak a világliga döntőben. Ahogy visszajönnek ezek a játékosok, alapvetően kéne őket egy picit pihentetni is, meg kellene alapozni is, meg edzeni sokat. De most folyamatosan az elejétől kezdve ilyen nehéz meccseid vannak, úgy ezt nehezebb megcsinálni. Hogyha vannak ilyen kéthetes szünetek, vagy mondjuk ahogy az UVS-et kaptuk a kupába, ami nem levecsülve őket, de közben lehet készülni és keményen edzeni, az mindenképpen jobb. De ettől függetlenül biztos, hogy fogunk velük találkozni, hiszen decemberben van a kupának a 4-es döntője. Tehát legkésőbb ott majd játszani fogunk igazán nehéz meccseket a BL-en kívül. Így van, tehát az OSC ellen majd január 18-án mérkőzünk meg, míg a Vasassal majd 3 napra rá, január 21-én. Tehát ez egy eléggé erőltetett menet lesz majd, de azért most már figyeljük, hogy a Honvéd mihez kezd ezzel az előnye. Annyit kezd, hogy Fogel ezt is kivédi. El lehetett lőni, kapás hátul volt, próbálhatott is, nem nagyon mentünk fel, hanem egy picit könnyelműen is vettük, de nem volt tökéletes a lövés. Látsz egyébként az OST-n, illetve a Vasason kívül olyan potenciális ellenfelet, aki esetleg felnőhet ide a bajnoki küzdelemhez? Én azt gondolom, hogy ez a kívül természetesen ez a két legjobb. Jönnek azok, akik veszélyesek, de pont azért, mivel, ahogy említettem, hogy több jó játékosunk van, nagyon hosszú a kispadunk, azért 4 negyed alatt bízom benne, hogy a többiek ellen ki fog jönni a különbség, még úgy is, hogy nem játszunk jól, nagyjából ma is ezt látjuk. Egyébként ilyen csapat lehet a Honvédhoz hasonlóan a Szolnok és a BVSC. Nem véletlenül most is igyekszünk, ugye Vadovics elé állt, és csak most kezdünk megint zónázni. Bejátszás. Lehetett adni, ahogy elkezdtük a zónát, nem mögé Vadovics, kapott egy jó paszt Fejős. És ebben a játékvezető felfogás, mert tulajdonképpen ez már a passz pillanatában majdnem, hogy ötös volt. Kapta tehát a második 5 méteresét is a Honvéd ezen a mérkőzésen.
Farkas Zsombor maradott elvégezni. Na nézzük, hogy fogja esetleg. Utóbbi lövések mind elakadtak benne, hát reméljük, hogy ez is. Jobban mutat az az ötös a Honvéd neve mellett, mint mondjuk egy hatos. Azonban hatosra fog módosulni az eredményjelzőn a Honvéd góljainak a száma. Ekler ezt bevágta. 8-6-ra vezet a Ferencváros, amikor már kevesebb, mint... Már csak kevesebb, mint 3 perc van hátra. Szándékosan nem tippeltem, azt gondoltam, hogy laposan fogja lőni, és azt gondoltam, hogy Soma pedig laposan fog jönni. Nagyjából be is vált mindkettő, csak éppen a védés nem lett meg. Nem gondolom, hogy nagyon jó lövés volt, ugye keresztbe laposan lőtt, és Soma pedig elmozdult viszont a saját maga bal keze felé, hogy simán laposan jön, lehet, hogy megvan. Megint láthatjuk a Honvédtől ezt a védekezést. Annyi összességből én szerintem nem feltétlenül jó most el, hogy itt simán le tud menni az idő, és a legvégén tudnak befejezni. Meglátjuk, hogy mit tudunk ellene csinálni. Jó lenne mindenképpen lövéssel befejezni, lehetőleg a kapás, valamelyik kapás oldali játékosnak. És nem mondjuk Nagy Ádámnak, de úgy látom, hogy így. Arga, megvan a negyedik kapu, nálunk marad a labda. Ez viszont nem van! Találatát. 9-6. Mondtad is, hogy a ketten is ott álltak. Tehát ott voltak, így helyesebb. A két kapufánál a vendégek közül, de így is. Ezzel a védekezésen ellen, hogyha végigjátszod a támadásokat, ugye ketten eleve a kapuba állnak. Most ugyanez egy kipattanó után lett igaz, amit most mondani fogok, de nagyon kell figyelni, tehát folyamatosan neked lábtempoznod kell mondjuk 22 másodpercig, ugye a középkezdés után csinálják ezt mindig. Azért nehéz úgy figyelni, és ketten bementünk a fához, mint a két centerünk lenne, nem is igazán úgy állnak, de ha figyelnek, mindig van egy-egy ilyen félhelyzet. Vadovics most nagyon jól látta meg, és nagyon jól tudta, hogy most pedig jól viszél a labdát. Gyönyörű. Hogy ott lesz valaki, nem biztos, hogy könnyű lövés, hiszen ugyan közel vagy a kapuhoz, a kapuval tele van védőkkel, de a kezük, és azért ezek bemehetnek. Így van, miközben itt Fekete Gergő meg is tud lógni a bal szélen, meg is kapja a és gyorsan két gólossá is vár. Lőtt egy a kapus hónalra. A mában néz ki azért az eredményjelző. 10-6-ra vezetünk, 2 perccel a találkozó vége előtt. Nagyon jól vette észre, azt hiszem, hogy Nagy Ádám volt, aki elindította itt Feketét. Igen, és megint Vadovicsnak a szemfülességéből, a jó helyezkedéséből, a labdaszerzéséből indulhatott ez az akció. Fekete Gergő pedig most nem csak védekezik, hanem gólokkal is hozzájárul a csapat szerepléséhez. Egyébként érdekesség róla, hogy még fiatalabb korában, most se idős, imádott BMX-ezni, és még a Fradi TV-ben le is készítettük is vele egy riportot, ahol hát elmondta, ezt annak idején be is kellett szüntetnie, mert volt egy pár elég komoly esése a BMX-el, de egyébként a mai napig imádja a ringa sportot. De azért szerintem örülünk tényleg, hogy a vízilabdát választott. Közben jövünk 6-5-be megint. Így van. Hogyha tudunk helyet csinálni, akkor ebből megint lett kapás. Így van, kapás is lévő helyzet. És Fekete annak rendje és módja szerint a is bezúdítja. Így van, van a mondás, hogy mindig van ott annyi hely. Tulajdonképpen egy fél labdányi hely volt, de egy ilyen kapás. Tehát az egyetlen megoldás egy ilyen kapufát, eltaláló kapufás lövés. Tökéletes volt, ez flóba van. És minden lövése nagyon ült. Igen, és nagyon jól kapta meg egy Nagy Ádámtól a labdát. Lehetett látni, hogy valószínűleg itt a kapcsolsz a végén ott. És a Honvéd talán nem is jól tagozódott, hogy megint őt hagyta, de mert valakinek lőni kellett. Kevesebben voltak. Igen, most már 1-20 van már csak hátra. 5 gólos az előnyünk talán. Most már ki lehet mondani, hogy ezt a találkozót a Ferencváros meg fogja nyerni. Nyilván még az nem mindegy, hogy milyen különbséggel. Az nincs kint. Hát, majdnem. Jejtett, ezt Vogel olvasta, ilyen könnyen nem lehet azért őt átejteni szó szerint. Kedves nézőink, azt gondolom, hogy fontos meg azt is megjelenteni, hogy ezt a mérkőzést követően november 4-én 7:30-tól a miénk majd a Kaposvár vendégeként ugranak medencébe, míg a Honvéd pedig az Egert fogadja 5-én, november 5-én 16:30-tól. Amikor is most már klubnál van a labda. Fekete, ezt is talán tudta tenni, és ott is van! Varga Dénes, azon jól számoltam, a negyedik kapufa után most már tényleg gólt is szerez.
Fekete Gergő passza után. Az első passz is nagyon jó, az ötlet jó volt, hogy levegőben, hogy meg meghúzza. Egy nagyon picit szerintem lapos volt, vagy Dominak fogták a hátát, nyakát. Majd nem tudta megütni, megint ő volt fejben is a legjobb, és azonnal még egyet rányult, és kapu felé csavarta. Csak a mérkőzésnek a végeredményét nézi, azt mondhatja, hogy hát ez egy teljesen sima Fradi mérkőzés volt, de hát azért akik itt voltunk, azért láthatták, hogy ez a Honvéd azért a második, harmadik negyedben így azért van. Tudott kapaszkodni rendesen. 5-0 után feljöttek ugye, és volt 5-5, de hát megint elmondhatom, amit mondtam, hogy itt nagyon sokat számít azért a hosszabb kispad, meg az a fajta tapasztalat, hogy ki hány ilyen meccset játszott. Sugár Péter lövése is fölé szállt. A Fradi szurkoló tábora. Itt lesz a kapás oldal, illetve középen most megint többen leszünk. Kicsikét, mint a szét is esett volna a Honvéd így a végére. Igen. Na nézzük, hogy Fekete fölteszi a pontot az íre. Ő még nem teszi föl, hát, de... időközben nem fújtak lepelt. Semmit, mindegy is. Így van, nem fújtak végül semmit. Hát az a Fekete Gergő azért kimondhatjuk, hogy föltette azt a bizonyosít, az ír a pontot, hiszen utolsó negyedben tényleg folyamatosan szórta a gólokat. Csapatunk pedig 12-6-ra legyőzte tehát a Honvéd együttesét, és ahogy azt mondtam, legközelebb majd a bajnokságban Kaposvárra fog látogatni. Zúg a Fradi tábor, azt gondolom, hogy tényleg ők is minden dicséretet megérdemelnek, hiszen kiválóan buzdították.